öcsém is most került hozzám, Juhász testvérétől, Szalmából, ennek a két vörös tartmának az apukája, ő originált Roger Desmet van. Az a fakótojó, az a Pöri Tiszke saját fiába, a plasztrontól, biztos ott már ismert, Pöri saját fiába, csináltam egy vörös ímet, úgy hittem, hogy Pillefakó a környékemben, és felajánlottam egy fiatal galambot, egy fakó galambot, a B1 kerület déki osztóját. Néha egy Mikó Dodi bácsi, a Józsi bácsi önyerte meg a galambot, a Dodi bácsi nagyhaveromból, és azt mondta az Olikám, nekem nem kell, így galambom, már mindenki a barátom, felajánlottam valakinek. Dodi bácsi, tiéd a galambot, csinálsz, amit akarsz. Oda ajándékozta a kis Gyulának. B26-ban galambát. 1986-ban párba tett egy ő Zombers lősz galambjával, és 1987-ben, tehát 30 évvel ezelőtt, nagy 30 van, 30 évvel ezelőtt, országos első díjat nyert, közel 40 ezer galambból szuperkupán annak a közvetlenjéről. Tehát az ő apai nagyapja volt az a Pillefakó, a féltesvér. Az apjának az anyja, azt úgy hívtam, hogy Dagi Tojó, 2007-es Dagi Tojó, annak az apukája, a 38-81-es beltenyésztett Lare 46 volt, itt van a papírja, és 1984-ben, jól emlékszem, a Kocsó Janiék behoztak négy originált Roger Desmet Patti galambot, és ebből hozzánk kerül a nagy tojó, a csapos tojó, ez a Klare, nem is a Klare, inkább a Kapoernek egy unokája volt, és a másik pedig a De Bulten eredetű galambnak volt a lánya. És az apjának, az anyja, ez az Anke Desmet Patti, originál Desmet Patti volt. Tehát ő nagy százalékban Desmet Matisz vér, de Anker hagyaték. Az anyukája egy kék tojó volt, annak az apukája a 78-93-as kék hímen volt, azt csak tenyésztettem belőle, annak is a Dagi tojó volt az anyukája, tehát a Desmet Matisz Anker kombináció, viszont az 51-74-es számú hímen, az 88-as születési volt, és az egy Anker hímből volt, Grote 3 műszke, és én egy tombolán nyertem egy német tojót, amire azt mondták a sportársaim, hogy az okán, mert mi így beszéltünk, kell a fék neked, te mondom, ez egy nagyon jó galamb. 794-es kék tojó volt, egy anya-fiú párosítású német, Janzeg Bérgó. Az 51-70, tehát az anyjának a nagyapja, 5 évesen. Közben azt hiszem két vagy három kerületi első díjat nyert ilyen 250-ről, 350-ről, mindenhonnan szinte. És 5 évesen 99 helyzés szállt, második rövid távú kerületi sampion lett, de úgyhogy ennyi volt az első kettő, 91-27-es, király unoka is, és 51-74, de úgy lett második rövid távú sampion 9 helyezéssel, hogy közben volt egy országos második díja magja. Tehát ebbe az a vér csordott. És az anyjának, a nagyanyja pedig a Huncutra nevű sötét tojón volt, a szintén a Daginak volt a lánya, a nagyon Desmet Matisznak, csak ott egy 49-10-es számú kékkovácsolt hímóta anyai dégnagypapáról beszélünk, ami két Ankernak a leszállt, a két verszálltak, Karel Mira párosítás, Meteor Mira párosításból volt. Tehát tulajdonképpen a fakó tojó, mondhatjuk azt, hogy Anker vezették, én úgy érzem. Ezért a galambért nagyon sok pénzt akartak már adni, de nem eladó, mert a családtal, 10 éves kölcsön volt egy barátomnál, és mondom, hogy megőrizzem magamnak is már ezt a vérvonalat, jobban elküldték nekem a gyerekek ezt a vörös hímet, ez egy originál beszélve. Ez a Pozzátó, Tor, meg Barcelona győzteseknek a leszálló. Tehát valószínű, hogy ezekből születni fog jobban. Gondolom én. Ez a két vörös hímek, ez a két gyereke, úgyhogy az anyját, az anyukat én adtam el nekik, az pedig úgy született, hogy három originált eljárt 8-88-ra tenyésztett galamb, ami Dresdából nyert egy kerületi első díjat, az az anyja. Tehát mondhatjuk azt, hogy Desmet Matisz vére. Anker a megtűzdel. Őt úgy hívjuk Gladiátor. Ez a Terminátoromnak, ami sőnek lenni, ez volt.
Ból Sánta, Vít Lükrész, Kapuen Aktje, originált eszmet matisztoljó. Tehát ezek a felmerői. Az a napja, mellette kétszeres Budapest bajnok, kétszeres kerti sampion, és úgy, hogy középtávon és hosszú távon, szóval minden kategóriában. Nálam a galambok nem úgy voltak, hogy hosszú távon, mert Győrtől 120 kilométertől 900-ig küldte valamit. És jó, hogy ott szállt. A tojó az 51-74-es ennek, amit itt említettem, az unokája. Ennek a gyereke, tavaly 15-15-ben igen, egy kis beteg kis tojó lett, zseresíne volt párva, olyan jó arcod van, nincs szívem levágni. 6 napig félretettem, se kaja, se pia, semmi. Megmaradt. Utolsó Magdeburg a Royal Derby, aznap 60-70 galamb jött haza, 2%-on belül jött a kis fészekkalapra. Két napos első. Tehát a vér bennük egészségesen kell tartani, és akkor talán jó. Az anyukája, tehát a Terminátornak, ez a párja, ez az anyukája, ezt úgy hívom, hogy rokontenyésztett lükrésztoly, a 65-373-as, 2008-ban a Royal Derbyn az utolsó után már keresen hozta galambot, mert elfogytak a galambok annál a Nagypál Lászlónál elsőben. De én elküldtem a két díjasomat, tehát első, meg a nyolcadik díjas, azt félretettem. Itt van a kék hintő, ez az első, ő volt az első díjas. Féltestvére a Terminátornak az apja. Elküldtem az anyukáját, és 11-nek jött, azt hiszem 40 valamennyi galamb volt aznak. Nem volt zivata, kemény délkeleti szél, meleg volt. 19:18:40 másodperckor tett el a lábát. 11. díjat nyertem vele. Most az anyjának, az apai nagyapja, megint az 51-74-es ennek a déd unokája. Viszont az anyja, azt úgy hívtam, hogy Raúl Rézi párosításból, rokon tenyésztett a Pete Lükrészre, ötször. Tehát rokon tenyésztettem is, képes volt Aschaffenburgból díjat nyerni. Na most a Terminátor, tehát az apjának a nagyanyja, az ugyanaz a lükrészt. Tehát itt egy olyan távoli rokontenyészt is van a hírni. Ez a tojó, neki a fészek testvére. 19 éves volt a Terminátor, amikor őt egy csináltam. Közben abban az évben csináltam őt is, már nem a galambok csinálták magukat. Akkor így volt a pár. Akkor viszont ebből a tojóval volt párba, ez meg az unokája Terminátornak. De úgy, hogy a Juhász testvéreknek, akiről beszélek, Szajnáról, odaadtam egy lányát. Úgyhogy a 27-45-es tojómmal, az unszik a lányával volt, bár rokon tenyésztette. Utassam, csak most, hogy... Valahogy gatyába rázom egy kicsit. Így jó? Tehát odaadtam ennek az anyját, egy két csapos tojót a Juhász testvéreknek, hogy tegyétek párba, avval a vörös hímetekkel, aminek az édesanyja egy originált Roger Desmet Matisse tojó, és, annak a, és egy fölmerőjében pedig az Anker Boston található, és az a szépség hibája apjának. Igen, a vörös hímnek, hogy nyert egy országos első díjat 8-800-ra van. Na most őt visszatettem a Terminátorra, abból született, tehát a nagyot. Még egyszer, abból van ötöd. Ennek az édes testvérét 2012-ben az országos kiállításon a Roger Desmet Matisse-nak választott a két fiatal. Mondhatom, hogy Anker hagyaték, Meister módszerrel tovább tenyészt. Azt hiszem. A vér alap erősen Desmet Matisse. És ezt nem volt a vége. Az apja a 10-4-55-ös kék hímen, annak az apja egy holland hím volt, Heyerkamp hím, beltenyésztett a 888-asra.
ami a 88-as mondom, a világ egyik legjobb galambja volt, és az párba volt téve. Mondd el a véleményed a galambról. Az a helyzet, hogy ezt el tudnám képzelni az állományomba, mert jó versenygalamb. A fiatal. Nem, egyébként nem a szuper tenyészgalamb, de nagyon jó galamb. Tenyészgalambnál ott a hely, ami nagyon tetszik, majd légy szíves mondd meg, hogy milyen rokonsága van, mert nagyon jó tenyészgalamb. Egy turbé. Semmi közük egymás. Annyit azért valakban megjegyeznék, hogy Pista hosszú évtizedek során, mint galambminősítő is működött. Pista, kérlek, egy kicsit az érdekesség kedvéért meséld el Velencei Béla esetét, amikor egy szállító kosár galambot minősítés céljából leküldött Szegedre Pistához. Hogy nem? Pista, légy szíves, ezt meséld már el. Dehogy. Zolikám, kevesebb masszírozás. Hát de a galamb akkor érzi jól magát a galamb, hogyha masszírozat tudod. Meg a nő? Ez szépen. Hát a nő a tudva. Hát amíg tudod masszírozni. Pista, légy szíves, akkor mesélj már el. Ennyiért el a olyan kapcsolatos élményére. A Ferencék Bélával, amikor megismerkedtem, mondta, hogy menjek el hozzá, és akkor minősítsem a galambjait. Tehát akkor nem volt olyan túl sok idő, és aztán abban egyeztünk meg, hogy időközönként elküld egy szállítmányt, hogy nézze át. És akkor, mikor jött ezek a galambok, annyira ideggyengék voltak, hogy nem repülni nem tudtak, hanem még menni sem. És akkor mondta neki, hogy Béla, egy nagy ügyben főzök vizet, vagy forralok vizet, és akkor amennyire kihúzom a nyakát, annyi galambot küldök neked. És a Velencei Béla most ott tart, hogy szenzációs eredményei vannak. Én kismagy vagyok mellette, a Béla mellett. De ezek a galambok, ahogy már említettem, hogy ez az Anker galambok, Simons, Klárek 46 vagy 62-ről származott, és ők még a Gyertóból oda párosítottam, eljártam hozzá párosítani, és mondtam neki, hogy galambát csinálok belőle. Ugye ez volt Nagy Kátán is, a Nagy Laszinál, ott is az volt, hogy 49 galamb volt, és abból 45-öt kihúztam a nyakát, a szomszéd nagyon örült, és akkor az is egy ragyogó eredményeket ért el. Szumma-szummárom a Bélának, mit küldtél vissza minőségvező galambállományból a szállító kosarat? Valóban az volt, te mondtál neked, visszaküldtem a szállító. Egy gyakorlatilag bográcshújás készült a bemutatott galambokból? Nem tudom, mert nem mi ettük meg, hanem megették mások, a baráti rokoni kör, de azt így kiegészített, hogy aztán a kosarat visszaküldtem neki, vagy, de majd kapsz helyett a galambot, és hát nagyon jó szerepe, sokkal jobban, mint én. Kérném szépen a sportásnak a nevét. Kocsi István. Kocsi István, köszönöm szépen. Köszönöm sportások, akiben ingerencia van, nyugodtan ki, mert Zolitól elkérheti azt a galambot, amit szeretne megnézni, és elmondja a mondókáját hozzá. Thank you.